A BMSK átalakulása kapcsán a novemberi közgyűlésen ismét terítékre került a Nagykanizsai Ferences Rendház jövője. Az eredeti tervek arról szóltak, hogy az épületben egy kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont létesül, azonban a 2015-ben bejelentett projekt 7 év alatt sem indult el. Orbán Viktor jelentette be, hogy a Modern Városok program részeként milyen fejlesztések valósulhatnak meg Nagykanizsán. Az egyik legnagyobb beruházásnak a Ferences rendház felújítása ígérkezett, amelyben 2019-re ígérték a turisztikai központ kialakítását. A város és a Ferences szerzetes rend között 5 évvel ezelőtt létesült egy haszonkölcsön szerződés, amely december 1 megszűnt. A kontraktust a közgyűlés átadta a kormánynak, de a létesítményt az elkészülte után az államnak kell üzemeltetni. Ezek alapján az önkormányzatnak már nincs beleszólása abba, hogy mi létesül a területen. Jogunk sincs egyrészt a jövőről beszélni, mint önkormányzatnak a, az üzemeltetés terén, másrészt pedig, ha nem tudjuk, hogy mi készül, ott, miként készül, és egyébként hogy fog működni, akkor hogy mondhatjuk azt, hogy mi ezt ennek a működését vállaljuk. De nem is tudjuk vállalni, mert a jogalapunk meg megszűnt azzal, hogy a, a elvárják tőlünk, hogy haszonkölcsön szerződést, 2022. december 1-ig megszüntessük. Ez egyébként része volt az előterjesztésnek, az éve frakcióvezetője párhuzamba állította a Kolostor és a Kanizsa aréna helyzetét azzal a különbséggel, hogy a sportcsarnok esetében lehetőségük volt részt venni a beruházásban, jelenleg viszont, ahogy a politikus fogalmazott, az önkormányzat egy villanykapcsolóról sem dönthet. És ebből a szempontból nyilvánvalóan rossz tapasztalt az aréna Üzemeltetése, működtetése, mert itt lehet csodálkozni, örömködni, csak azt kell dürmásul venni, hogy ez jelentős, 100 millió forintot, jelentősen meghaladó éves költséget visz el a várostól, amit esetleg lehetne egy részét sportra, más részét kultúrára, vagy éppen a város üzemeltetésére utak járdák bárhová javítására fordítani. Az üzemeltetésről való lemondás az Éve frakció 8 igennyével ment át a novemberi közgyűlésen. Míg a szerződés átadását a városatják egyhangulag 15 igennel fogadták el.